A képviselőtestület márciusi ülésén a napi rendi pontok között szerepelt az intézmények térítési díjának a módosítása, mivel a nyersanyag normákat követniük kell. Az idősek otthonában a napi 3400 forintos díjat emelték 100 forinttal, ami, mint a Süli János polgármester elmondta, csak egy jelképes összeg. Térítési díj bölcsödébe ugye nincs nálunk bevezetve, pont azért, hogy ne is ösztönözzük minél hamarabb a óvoda fele, hanem lehetőleg maradjon lehető legtovább bölcsödébe, és akkor így ezzel el tudjuk érni, hogy ott nem is kérünk térítési díjat, és akkor nem 2,5 éves korában nem viszik át a szülők a óvodába. Tehát itt ezzel ez a szándékunk, hogy az óvoda, a bölcsőde arány az fönntartható legyen, jó legyen. A polgármester hozzátette, a szülőktől csak együttműködést kérünk abban, hogyha tudják, jelezzék előre, hogy melyik nap nem megy bölcsődébe a gyermek a térítési díj miatt. A Villany utcában található névfürdő eladását is tárgyalta a képviselőtestület, mivel a hozzátartozó udvar miatt 2 helyrajzi számmal rendelkezik, amit szintén megvásárolna az érdeklődő. Amit ő kínál fel, az a Sárgödör téren lévő úgynevezett kis rendezvénytéren található volt présház telek, mert az jelenleg magántulajdonban van, hatályos jogszabályok szerint beépíthető, de amennyiben az beépülne, akkor gyakorlatilag megszűnne a Sárgödör téren a rendezvénytér, nem tudnánk ott több ezres részvétellel rendezvényeket tartani. Az ülésen elhangzott, ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy belemegy ebbe az adásvétellel vegyes csereszerződésbe. Az ingatlanoknál még az egyebek pontokban szerepelt a Vörös Marti utca 6 megvásárlási szándéka is, ahová várhatólag a családsegítő szolgálatot szeretnék átköltöztetni. A vásárokról és piacokról szóló rendelet a második fordulós tárgyalásához érkezett, döntést született a piacra való behajtásról. A piacnak a központi területe korlátozott idejű várakozás övezet lesz, másfél órán keresztül lehet ott egy helyben parkolni, illetőleg súlykorlátozást is be fogunk vezetni, 3,5 tonna ösztömeget meghaladó gépjárművek nem hajthatnak be erre a területre a jövőben. Emellett az önkormányzatnak a célja, hogy felhívja a gépjárművel közlekedők figyelmét a piac mögött a Villany utcában található parkolóra, ezt a területet táblákkal fogják jelezni. A testület zárt ülés keretében döntött a környezetünkért kitüntetésről, amit Janterné Olá Ilona kapott meg, illetve a közbiztonságért díjról, amit Sarkadi Ferencnek és Jó Endrének ítéltek oda.